A Sárospataki Vajmikló Szakképző Iskola és a Weinber 93 Kft. Közel 10 éve tartó együttműködésének köszönhetően az oktatási intézmény szerkezett lakatos szakmát tanuló diákjai az üzemben szerzik meg gyakorlatukat és itt is vizsgáznak le. A 2010-2011-es tanév zárásaként 15 fiatal adott számot tudásáról. Iskolánkban 12 szakma, 6 vizsgacsoport és több mint 80 tanuló fog most szakmai vizsgát tenni, és hát ők kezdik ezt a tevékenységet. Azóta itt a Kft.-nél több száz fiatal sajátította el a szakma gyakorlati fortíjait. Ők is kérték annak idején az iskolától, hogy szerkezett lakatos szakma, ami az ő profiljukba beleér, hogy ezeknek a tanulóknak a képzését szeretnék, hogyha beindítaná az iskolánk. Egy együttműködési megállapodás keretében annak idején ők felvállalták a gyakorlati képzését a szerkezett lakatos tanulóknak, és az mi iskolánk meg az elméleti képzést biztosította. És ami a legfontosabb, a cég a legkiválóbb tanulóknak rögtön munkahelyet is kínál. Nagyon fontos a gyerekeknek a szakmai fejlődésében, hogy ne csak próbadarabokat, hanem olyan kész termékeket is tudjanak a tanulóidőszakban készíteni, ami bizonyos építkezéseken, épületeknél beépítésre kerülnek. Erősen motiváló hatású, amikor egy kész terméket nem csak a hulladékban teszünk, hanem jó érzéssel tölti el az embert, amikor tudja azt, hogy már egy építkezésen ez fel lesz használva. Nagyobb odafigyelés, nagyobb gondosságot hoz ez a tanulói gondolkodásban. A termelési igazgató szerint ma már hiány van a jó szakmunkások tekintetében. Számukra ezért is fontos, hogy a legtehetségesebb és felkészült fiatalokat első körben választhatják ki.